A továbbiakban sportos témával folytatjuk, elsőként kézilabdával. Az NB1 B-s Esterházy SC-nél is befejeződött a 2020-21-es szezon. Az egyetemista lányok a második helyen zárták a bajnokságot, ezúton is gratulálunk nekik. A következő Eger sportban Zsadányi Sándor vezetőedzőt mutatjuk be, valamint a gárda elmúlt egy évét. Vagyok az Esterházy SC női kézilabda csapatának vezetőedzője. Mostani adásunkban az Esterházy Károly Egyetem NB1-es női kézilabda csapata enged betekintést az edzésébe. A gárdás Zsadányi Sándor vezetőedző mutatja be. Na, pörgessünk már föl egy picit. Születésem óta az életemnek a része, hiszen édesapám is kézilabdázott annak idején, és edzőként dolgozik a mai napig. Igazából a lánytestvéremnek, és nekem se volt a szó jó értelmébe választásunk. Szívtuk magunkba igazából az anyatejjel a kézilabdát, úgyhogy így maradt meg ez a sportág. Nyilván én is játékosként kezdtem, és Algyőn, Szeged mellett NB1B-ben kézilabdáztam, amikor az akkori elnöknek az egyik elvárása volt, vagy elképzelése, hogy szeretné az utánpótlás csapatokat elindítani és versenyeztetni. És hát kézenfekvő megoldás volt akkor, hogy a felnőtt játékosokból, aki be volt lehetőség, vagy akarat erre, vagy hajlandóság, hogy edzősködjön, mi elvállaltunk ott különböző korosztályokat a csapattársaimmal, és tulajdonképp ott kezdődött ez az egész edzősködés. Szeged környékén dolgoztam előtte folyamatosan edzőként, és igazából ugye ebben az évben Szegedről is érkeztem meg, tehát ott a női szintén NB1-s női kézilabda csapatnak voltam a vezetőedzője. Bepasszolják a labdát a kapusnak, a belső emberek, tehát a Gréti meg a Toncsi jönnek föl a felezőhöz, oda fogja lőni majd a labdát vissza a kapus. Én még szinte tényleg csak Szeged és környékén dolgoztam. Én nekem ez egy új kihívás volt, és szakmailag is azt gondolom, hogy egy előrelépés és egy teljesen másik kihívás következett az életembe. Ezért nyilván nagyon vártam ezt én személy szerint. A csapat szinten pedig igen, tehát kicserélődött azért a tavalyi évhez képest a játékos keret. Az én személyemben új vezetőedző is lett a csapatnál. Zsadányi Sándor az Esterházy SC NB1-B női kézilabda csapat új vezetőedzője tart eligazítást a lányoknak, hiszen elkezdték a 2020-21-es szezonra való felkészülést. Viszonylag hamar sikerült egy hullámhosszra kerülni a játékosoknak is, meg nekem is a játékosokkal, és most már így lassan egy év távlatából azt mondom, hogy nagyon jó úton haladunk szerencsére. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Azt is megtapasztaltuk itt már ebben a szezonban, hogy milyen az, hogy folyamatosan üres csarnokokban kell játszani nézők nélkül, ami azért azt gondolom, hogy nagyon sokszor rányomta a meccs képére és hangulatára a bélyegét, de nagyon sokat tanultunk szerintem belőle, mint minden másik csapat, hogy ilyen nehéz körülményekhez is alkalmazkodni kell, és meg kell ugrani ezeket a feladatokat. Az ősszel van némi hiányérzetem, megmondom őszintén.
Tehát ott azért két hazai rangadót sajnos elbuktunk, nagyon kis arányú különbséggel, de elbuktuk. Úgy jöttem vissza a karácsonyi szünet után, hogy volt a lányokhoz egy ilyen kijelentésem, hogy nem vagyok hajlandó a többi meccsen már vereséget szenvedni.